A következő után Gyöngyösi Veronika, 12. B-osztályos tanulónk, az iskolai társmozgóverseny harmadik helyezettje, Szabó Lőrinc, a Tékozó fiú csalódása című versét mondja el. Szabó Lőrinc, a Tékozó fiú csalódása részlet. Templom volt, kincstár, nem tudom. Apám. Nagyon szomorú voltam én akkor, eltévedt fiú, ő meg az Isten. Álmodtam csupán, s rögtön így voltam. Mentem láthatatlan lépcsőkön, felhők közt, arra szobák sorain száz gyémántcsarnokon át a trón felé. Siettem már, szaladtam, és magamban előbb mondogattam, hogy mit mondok majd neki. Nézd, apám, hogy összetörtem. Életem talán végső sivatag, üres, szomorú. De nem vagyok így sem tékozó fiú. És mosolyogok kell lennem, ragadok maradék, amit életet kapok. S nincs senki a nagyvárosban, melynek neve a föld. És férjek teremnek agyakon és lelkemben, kesek bölcsességek és oly halálizó gondolatok, hogy azt hiszem, csupán rémálmézó utak sors. Apám, nézd kezeimre, így megfélkesedtek. Nézd álmaimra, így megfélkesedtek. Nézd két karadra, inai szakadtak. Nézd lábaimra, fájnak, megdagadtak. Nézd robotomra, csupa sietés, és mégsem érek rá semmire. Nézd asszonyomra, gyermekemre. Nézd lelkemet, a folytonos remegést. Nézd lelkemet, hiszen ez a te lelked, hisz nyomorult testemre te lehetted. Apám. Nézd rám, és nézd üldözőimet, akik elszedték fegyvereimet, s minden reménytől megraboltak úgy, hogy már csak kárhozatra viszünk. Mert nincs erős, nincs hitás, csupán kétségbeesett roncs vagyok. Apám, te vagy az Úr, és én vagyok a fiad. Elpusztulok. Ne hagyj. Ajtósokat kaptam felettem, ahogy apám felé szaladtam. Állottam csupán. Templomba vagy kincstárba nem tudom. S még a mennyei úton vitt valami rettenő félelem, formájától szengett a fejem. És elértem a trónjához, ott csupán állottam. És ott nem miért szóra aztán a szégyentől, semmitől. Soha sem tudtam, hogy mennyire az Istenem. Soha még, hogy mennyire egyfelem.